A Doni megemlékezés a zeneiskola melletti parkban található első világháborús szobornál kezdődött, ahol az Áldos Egyesület maroknyi csapata koszorút helyezett el az emlékműnél, majd fáklyás felvonulással megérkeztek a Nemes Kúria épületébe, ahol dr. Szabó József János hadtörténész tartott előadást a Doni eseményekről. Kedves egybegyűltek, tisztelt emlékező dabasiak, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket! Ma a Doni katasztrófa áldozataira emlékezve gyűltünk itt össze rendhagyó módon az elmúlt hetek hideg időjárása miatt a felső dabasi Nemes Kúriában. A dabasi II. Világháborús emlékműnél elhelyeztük a nap folyamán a megemlékezés koszorúját, hogy tisztelegjünk a hősök és az áldozatok emléke előtt. Tisztelettel köszöntöm megjelent díszpolgárainkat, kitüntetett polgárainkat, civil szervezeti vezetőinket és az intézmény vezetőket is, akik elfogadták meghívásunkat, és minden kedves megjelentet. Kérem, hogy mielőtt meghallgatnák Kőszegi Zoltán polgármester úr köszöntőjét, egy perc néma fölállással tisztelegjünk a II. Világháború áldozatai előtt. Nemzeti történelmünk egyik legtragikusabb eseményére, vagy történelmi szakaszára emlékezünk. A történelmünkben nagyon szomorú események vannak, mégis az a fontos, hogy előre tekintsünk, jó kedvünk legyen, és bőséget is adjon a Jóisten. Hát bőségben sincs hiány, mert bejöttünk a Nemes Kúriába, hogy ne fázzunk kint, mint az elmúlt években. Az old, szeles, hideg időjárásban sokszor csontig fagytunk. És hát úgy döntöttünk, hogy most, mivel ennyire rossz idő van, bejövünk ide a Nemes Kúriába, és akkor megpróbálunk úgy emlékezni, felidézni a történelmi eseményeket, azokat a nagyon hideg és nagyon kemény időket, napokat. És aztán mit adott a Jóisten? Nem elég, hogy bejöttünk a fűtött Nemes Kúriába, még jó idő is van. Tehát még ráadásul kint is lehettünk volna, mert még most is legalább 0 fok van, vagy plusz 1 fok van. Tehát ad bőségesen a Jóisten, hogyha ha kérünk és akarjuk. Nem kell elcsüggedni, és mindig kell reménykednünk, és reménykedünk is. Aztán amikor készülődtem, hogy jövök, akkor azokból a tapasztalatokból, amik az elmúlt években ugye lerakódnak az emberben, azt gondoltam, hogy hát nem valószínű, hogy sokkal többen leszünk majd ma itt, mint ahogy szoktunk lenni ilyenkor, amikor emlékezünk a Doni katasztrófára. Egy maréknyi ember, ott vagyunk, megemlékezünk, de azért mégiscsak valahol ennek a városi közösségnek a lelkiismereteként igenis emlékezünk az áldozatokra, a hősökre, emlékezünk arra a generációra, emlékezünk erre a nagyon csúnya háborúra, mert kell, hogy legyen még egy közösségnek is, nem csak az egyénnek lelkiismerete, és most ebben az esetben, ebben a történelmi emlékezésben mi vagyunk ennek a közösségnek, ennek a városi közösségnek a lelkiismerete. Mi, akik összegyűltünk, akik itt vagyunk, akik ma félretettünk mindent, minden egyéb programot, és eljöttünk, és úgy gondoltuk, hogy itt együtt egy szűkebb közösségben emlékeznünk kell. De gondoljunk csak bele abba, hogy hány családban, nem csak szűk családban, hanem nagy családban már csak egy-egyel igazi lelkiismerete van a családnak. Hány esetben van az, hogy egy egész családért, a gyerekekért, az unokatestvérekért, a távolabbi rokonokért, mindenkiért egyetlen egy valaki imádkozik. És lehet, hogy nem is tudják a többiek, nem is tudják a családtagok, hogy van valaki, aki imádkozik érte, vagy értük. És bizony, amíg ez így van, amíg van lelkiismeret, amíg van lelkiismeretes közösség, amíg van legalább egyetlen egy ember, aki emlékeztet a múltra, a hősökre, az áldozatokra, amíg van egy ember, aki tud imádkozni a másikért, addig van remény, és addig van esély arra, hogy az emberek gondjait, problémáit meghallgatja a Jóisten és az imádságát is, és akkor lesz jó kedv is, és bőség is. A mai megemlékezésünk elején az előbb elmondottakhoz engedjék meg, hogy néhány gondolatot még hozzáfűzzek. Sajnos most már az utolsó tagjai is elmennek annak a generációnak, vagy talán el is mentek, akik még élő tanúi voltak a II. Világháború eseményeinek, aki élő tanúja vagy résztvevője volt akár az oroszországi front eseményeinek. Balázs Imre bácsi éppen egy olyan sorstárs, vagy egy olyan
polgártársunk, aki megjárta a poklopoklát, aki ott járt az orosz fronton, és ugye néhány héttel ezelőtt kellett, hogy elbúcsúzzunk tőle, és az ő generációjából többen elmentek az elmúlt időszakban, akikkel még volt módunk találkozni, beszélgetni, akik elmondták a saját élményeiket, elmesélték, és így ő általuk, de rajtunk keresztül élő a múlt. Át tudjuk adni, tovább tudjuk örökíteni, át tudjuk mondani az utánunk jövőknek, hogy mit hallottunk, milyen volt, milyen tragédiák, milyen családi törések és tragédiák következtek be. Így Imre bácsitól hallhattam én is azt, hogy milyen szomorú volt azt látni, amikor mondjuk egy katonatársának megérkezett egy levele, hogy éppen megszületett a kisfia, de éppen aznap délelőtt a fronton mellette esett el. És már nem tudta kezébe venni a levelet, nem kaphatta meg azt a jó hírt, hogy gyermeke született. Nem tudott abban a tudatban elmenni. De voltak jó példák is, hogy valaki éppen hazament, mert hazaengedték, azon kevesek között, akiket még hazaengedtek mondjuk egy gyermek születésekor, és hát abban az időszakban, amíg ő otthon volt, abban az egy-két hétben, addig olyan heves, súlyos harcok folytak, hogy ebből kimaradt, és valószínűleg az életét annak köszönhette. Aztán hányan nem születettek meg azért, mert meghaltak a fronton az apák, vagy a leendő apák, és aztán hányan születhettek meg, akik azért születtek meg, mert csonka családok alakultak azért, mert meghaltak a férfiak, és aztán az itthon maradt özvegy asszonyoknak újra családot kellett alapítani, és ugye az új férjel természetesen egy új gyerek született, tehát egy másik gyerek, tehát ugye teljesen más genetikailag a két sejt kapcsolódása, hogy mennyire érdekes sorsok és élethelyzetek alakulnak ki egy háború következtében. Minden élethelyzetben és minden pillanatban ezek megtörténhetnek, de a háború miatt ezek százezrével történtek meg, hiszen százezrek mentek el, százezer családokat érintő változások álltak be, tragédiák, és arról amellett sem menjünk el szó nélkül, vagy szótanul, hogy bizony voltak olyan családok, ahol hiába született akár 7-8 fiú, lehet, hogy mind a 7-8 fiú oda veszett a háborúban. És olyan is volt, olyanról is tudok, ahol éppen 7 fiú közül mind a 7 oda veszett, és csak egyetlen egynek adatott meg, hogy utódai maradtak. Mert ő neki még a háború előtt sikerült házasságot kötni, megszülettek a gyermekei, de az összes többi fiú testvérének nem sikerült. Hogy mekkora tragédiák, és hogyan élhették meg ezt az anyák, hogy hogyan lehetett ezzel tovább élni, hogyan lehetett egyáltalán jövőt tervezni, vagy hogyan lehetett hinni a Jóistenben, van mit tanulnunk, és van mire emlékeznünk, én úgy gondolom. Magával a Doni katasztrófa történéseivel, történetével én Nemeskürti István tanár úrnak a könyvében találkoztam először, még tinédzserként, vagy talán nem is annyira tinédzserként, már fiatal, 20 éves fiatalemberként. Érdekes módon a mi generációnk a történelemórákon, a történelemkönyvekben nem úgy tanultuk a Doni katasztrófát, ahogy ez valóban történt, és nem tudtunk róla mindent, és nem úgy tudtunk róla mindent, ahogy kellett volna, de aztán később azért a történelem iránt érdeklődők azért többet megtudhattak. Ugye a Requiem egy hadseregért, ha jól tudom, ez a címe Nemeskürti tanár úrnak a könyvének, ami először ebben a témában íródott, és aztán azóta napvilágot látott sok más tanulmány és sok más könyv, és bizony még mindig nem tudunk mindent erről. A legfontosabb talán az a mai élő embereknek, nekünk idősebbeknek, fiatalabbaknak, különösen a fiataloknak, hogy a személyes vonatkozásait érezzük át, vagy próbáljuk meg átélni, megélni, próbáljuk meg ebből a tanulságokat levonni, próbáljunk erőt meríteni belőle, és talán ma is ezért jöttünk össze elsősorban az emlékezésen túl, a főhajtáson túl, hogy erőt merítsünk a hősök áldozatából, hogy érezzük azt, hogy nekünk is van mit tennünk, hogy igenis a mindennapokban nekünk is kell áldozatot hozni, nekünk is van teendőnk, nem feltétlenül az életünket kell áldozni, de el kell menni gyakorlatilag a falig, hogyha a közösségért, a családunkért, a hazánkért és bizonyos értékekért ki kell állni, akkor az ő példájukat követve igenis ki kell állnunk. Úgyhogy köszönöm szépen a magam nevében és az egész város közössége nevében, hogy kvázi
egy lelkiismereti közösségként most itt vagyunk, és emlékezünk, és segítünk abban, hogy mások is emlékezzenek, hogy emlékeztessünk. Köszönöm szépen tanár úrnak, hogy felvállalta az előadás megtartását. Minden bizonnyal sok új ismeretre teszünk szert, és egy nagyon tanulságos és bocsánat a kifejezésért, egy nagyon élvezetes előadásnak lehetünk részesei. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadt, és köszönöm, hogy itt vannak, és együtt egy lelki és lelkiismereti közösségként élhetjük meg ezt a mai estét. Szép estét mindenkinek! Míg a polgármester úr beszélt, azon gondolkoztam, hogy az én kutatásaiból pontosan emlékszem rá, hogy a Kárpát-medence és Magyarország és a Kárpátok előterében vívott harcok során mintegy 320 ezer honfitársunk esett el. A Donkanyarba ennek a fele. Rájuk viszonylag keveset emlékezünk, és vajon miért? Fáj nekünk ennyire a Donkanyar, és fáj kevésbé az, amikor itt a haza védelmében, a honvédelmében estek el egykori honfitársaink, apáink, nagyapáink. Erdélyben különböző katonasírokat, második világháborús katonasírokat és sírok között járkálva előszeretettel olvasgattam a feliratokat. A székely ember szívesen ír bibliai ihletésű idézeteket a fejfákra. A leggyakrabban ez szerepel, ha röviden akarta írni, az Úr adta, az Úr elvette. Áldassék az Úr neve. Aztán találtam egy ilyet is egyik temetőben, az Úz völgyében, arra az volt írva, a hazáért halt meg, panaszunk hát nincsen, áldassék az Isten. De a Donkanyarban elesett apáink, nagyapáink, vagy a hazáért haltak-e meg? Ők így tudták. Ezt a tudatot, ezt a hitet elvenni tőlük nem szabad. Csak más a tudat, és más a hit, és más a történelem. Ők hogyan kerültek oda? Hogyan mentek ki? Hogyan haltak meg, és hogyan harcoltak méltatlan körülmények között? Ez ma a feladata a történésznek, hogy ezeket megnézze. Magyarország a háború kezdetén is végig a fegyveres semlegességet hirdette. Hiszen Teleki Pál miniszterelnök óta arról volt szó, hogy Magyarországnak és a magyar hadseregnek még feladata van a Kárpát-medencében, hiszen a trianoni diktátumot követően elveszített ország területek nagy része még nem került vissza. Nem titkolt vágya volt a magyar hadvezetésnek, hogy a visszakapott Észak-Erdélyt mindenáron megtartsa, de ahhoz, hogy katonailag védhető legyen a Kárpát-medence, ahhoz a dél-erdélyi területet is és a déli Kárpátok koszorúját is vissza kellett szerezni. Magyarországnak erre 3 hadserege volt. Ennyit tudott felépíteni, ennyit tudott felkészíteni. De a német hadvezetés elképzelése a Szovjetunió területén nem úgy sikerült, mint ahogy elképzelték. Így aztán 1941 terén Moszkva alatt a Wehrmacht vereséget szenvedett. Már a Vörös Hadsereg arra is alkalmas volt, természetesen jelentős amerikai segítséggel, hogy ellentámadásokat indítson, és visszaverje a Wehrmachtot Moszkva alól. Na most erre nem számítottak, hiszen a villámháborús elképzelés úgy gondolta, hogy hát Moszkvát pillanatok alatt elfoglalják. Már látták, jó távcsövekkel már lehetett látni Moszkvát, de még igen messze volt. És nem volt tovább Wehrmacht. A Vörös Hadsereg viszont új hadászati tartalékokat tudott felállítani, hiszen a Wehrmacht légierejét, a Luftwaffe-t úgy tervezték, hogy Nyugat-Európában Berlintől Káléig és oda-vissza elrepül. De ha megfordítjuk a térképet, és Nyugat-Európát ráfordítjuk a óriási Szovjetunió területére, kiderül, hogy Kálé a Smolensknél van. Hol van még onnan Moszkva? Na most erre nem számítottak, így aztán az óriási területben szét
kenődött az a hatalmas nagy erő, amit a németek fel tudtak vonultatni. Na most szükség volt a szövetségesekre. Ezek a szövetségesek kényszerű szövetségesei, hiszen nem akartak ők csak úgy felajánlani és feláldozni Hitlernek a teljes magyar haderőt, de a románok sem képzelték. De a vezetés, a hadvezetés az már igen. Még 1941-ben még jó indulaton azt mondták, hogy na hát, ha akarják a magyarok, részt vehetnek a Szovjetunió elleni offenzívában, és a gyorsadtest, a Kárpát csoport kötelékében részt is vett ebben. Harci tapasztalatokat szereztek a katonák. Ez szükség is volt a magyar haderő számára, ha komolyan gondolták, hogy Dél-Erdélyt visszafoglalják. Volt már harci tapasztalat. Ezt a tapasztalatot, ezt az erőt nem szabad elveszíteni, tehát meg kell őrizni. Igen ám, csak Hitler ekkor már követelőzött. Megjelent Magyarországon Joachim Ribbentrop és Wilhelm Keitel. Egymás mellett Hortival szemben az egyik a baloldali Ribbentrop, a másik Wilhelm Keitel, vezértábornagy, a Wehrmacht legfőbb főparancsnoka. 42. január 21-én megjelentek és követelték Hitler nevében, hogy a teljes magyar haderő azonnal ki Moszkva alá, hiszen szükségük van rá. Ezt a magyar hadvezetés nem egészen így gondolta. Hosszú alkodozások és tárgyalások után, hiszen a németeknek is meg kellett érteni, hogy hát nincs nekünk annyi katonánk, amennyit ők szeretnének. 9 gyalogos, könnyű hadosztály és egy páncélos hadosztály kiállítását vállalta a magyar hadvezetés. Ez nem volt olyan túlzottan nagy erő, ez, hogyha olyan ügyesen oldják meg, hogy nem egy hadsereget küldenek ki, hiszen akkor kiürítik az országnak egy részét. A Dunántúlt, a Tiszántúl részét, vagy Észak-Erdély, Észak-Magyarországgal, ha egy teljes haderő megy el. Ezért a második magyar hadsereg parancsnokságával a egész ország területéről állították ki, mindenhonnan vettek el katonákat, mindenhonnan vettek el fegyvereket, de mindenhol megmaradt még az a haderő, amit tartalékosokkal feltöltve végig tudják oldani, végig tudják majd a feladatot vinni Dél-Erdély visszafoglalásán. 1942. áprilisában meg is kezdődött a csapatok kiszállítása a hadműveletek helyszínére. Mit tudott erről a magyar közvélemény? Szinte semmit. Azok a fiatalok, akiket bevonultattak, azok erről nem beszélhettek, hisz katonai titoktartás követte őket, hogy hova mennek. Azt talán még a magyar hadvezetés sem tudta pontosan. Elmennek, a németeknek adták át őket. A németek leasingeltek Magyarországtól egy hadsereget, így oldották meg. Magyarországnak nem volt elegendő nehéz fegyverzete, ezért aztán a németek vállalták, hogy élelmet és nehéz fegyverzetet ők adnak ennek a hadseregnek, csak a parancsnoksággal együtt ezt a 207 ezer katonát ők igénybe veszik. Nem is a magyar vezérkarhoz tartoztak, a magyar vezérkar nem is adhatott nekik utasítást. Átadták ezt a hadsereget a Wehrmachtnak. Így lehetett megmenteni a három hadsereget itthoni későbbi feladatokra. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ez egy Google térképre rajzolt, hogy elindulnak Budapest, Komárom, elérkeznek Orelig vonaton. De onnan még ahova jutniuk kell, még 1000 kilométer a dolg. Az még nagyon messze van. Ezt még onnan gyalog kell megtenniük. Amikor elindultak, fogalmuk se volt, hogy milyen iszonyatos körülmények közé kerülnek. Károly Miklós miniszterelnök búcsúztatta a hadtérre induló kassai honvédeket. Ezt a földet ott kell megvédeni, ahol a legjobban lehet megvárni az ellenséget. Mentől messzebb mentek az ellenség üldözésében, annál biztosabb lesz szülőitek otthona, gyermekeitek, magyar embertársaitok jövője. Van mindennek fog történni.
gyermeket mosolygó arcával, derült lélekkel, tiszta megnyugvó szeretettel várjon vissza. Az Isten áldjon meg benneteket! Között volt a miniszterelnök huszárhad nagyfia is. Ő az. A hadsereg létszáma meghaladta a 200 ezer főt, mint említettem, ezt kölcsön adtuk a németeknek. A hadsereg igen jól fel volt szerelve, de ez a felszereltség csak magyar viszonylatban volt jelentős. Hiszen Magyarországon erre volt lehetőség. Mind a szovjet, mind a német haderőhöz viszonyítva ez igen kevés volt. Komoly problémát jelentett a katonák ruházata, hiszen tudtuk, hogy rengeteget kell gyalogolniuk. A honvédségnél a rövidszárú bakancsot rendszeresítették, míg a szovjeteknél és a németeknél is csizmát. A rövidszárú bakancsban nyáron a por, ősszel pedig a víz folyt be. Mind a két esetben kegyetlen kínokat okoztak és szenvedtek emiatt a katonáink. A második magyar hadsereg egy Fallblau nevű hadműveletben kapott szerepet, a németek erre osztották be, a 8. olasz hadsereggel és két román hadsereggel együtt. Lehet látni ezen a térképen, hogy Stalingrád a fő attrakció, tehát ott kell átkelnie a Volgán, a 6. és a német páncélos hadseregnek, és a Volga mögött elhelyezkedő, a Don mögött elhelyezkedő csapatokat be kell, Volga és a Don mögött levő csapatokat, szovjet csapatokat be kell keríteni, innen már nagyon könnyen fognak majd eljutni Moszkva felé, de a bakui olajmezők rendkívül fontosak voltak, hiszen a németeknek nem nagyon volt üzemanyag tartalékuk. A második magyar hadsereg könnyű hadosztályokból állt, 2000-es hadosztályokból. Itt elég gyakran mondják, hogy átvágtuk a németeket, mert 2000-es hadosztályokat adtunk, 3000-esek helyett. Igen ám, csak a 2000-es hadosztállyal támadni lehetett, a 3000-essel védekezni lehetett. Hiszen, hogyha 3000-es, 3000-ből álló hadosztálya lett volna ezeknek a hadseregeknek, akkor dupla annyi ellátószolgálat, még egyszer annyi ló kellett volna, és szekér, amit szintén a mezőgazdaságból vonultattak be, hiszen annyi nem nagyon állt rendelkezésre. A csoport, hadműveleti csoport, a Weichs-féle csoport volt a második magyar hadseregnek az otthona. Weichs tábornok seregcsoportja, amelyik ezt a Blau hadműveletet végrehajtotta, a volna, nem sikerült, félmilliónál is nagyobb létszáma volt, köztük a második magyar hadsereg. 42. június 28-án Kurz térségében indult meg a németeknek a nagy támadása, ami azt jelentette, hogy ki kellett jutniuk a Don, és délebre pedig a Volgához. Hát ebben a nagy támadásban, a június 28-án Kurz térségéből indult támadásban vett részt a második magyar hadsereg, harmadik hadteste, hiszen még ekkor nem ért ki mindenki. Nem volt annyi vasúti kocsi, nem volt annyi szerelvény, hogy egyszerre tudták volna kiszállítani az egészet, hiszen a németek számára is át kellett engedni igen jelentős számú vagon, amivel az utánpótlásukat szállították. A harmadik hadtest egy kis külön csapatot hozott létre kerékpárokkal, motorokkal, lovakkal felszerelkezve,
és július 6-ára elérte a Dont, ott hídfőállásokat foglalt, és várta be a többi csapatot. Még csak ezután indult el, és időközben ugye a további hadtestek és a másik két hadtest is megindult a Don felé, és hát a vasútvonalak túlterheltsége miatt a katonáknak rengeteget kellett gyalogolniuk, hiszen a vasutakra inkább a németeknek volt szüksége, a mieinket eleve védelemre tervezték, a támadó hadseregeket. Hát ez egy eléggé kellemetlen dolog, mert egy 2000-es hadseregnek kiosztották a védelemre azt a 200 kilométeres sávot, ami a normális esetben csak 70 kilométer lett volna elegendő. Ennyit tudott volna védeni. Na most ezt a 70 kilométerre elegendő katonát széthúzták 200 kilométerre, hogy majd a szovjetek úgysem fognak támadni. Megérkeztek a Donhoz, ott aztán az ott védekező németeket felváltották, amelyeket átszállítottak Sztálingrádhoz, hogy ők majd ott fognak elvérezni, a mieink pedig itt, de hát erre nem nagyon készültek, nem számítottak. A németektől megkaptuk a nehéz fegyverzetet. Ez kegyetlen dolog volt, mert a németek általában nem igazi német, jó minőségű német fegyvereket, nehéz lövegeket adott át, hanem belga és francia zsákmány. Volt olyan páncéltörő löveg, amelyikhez 3 darab lőszer volt összesen. Na most ez azt jelentette, hogy 3 lőszerrel be lehetett lőni az ágyút, hogy na ide kellene lőni, és elfogyott a lőszer. Így aztán, amikor a legnagyobb szükség lett volna a tűztámogatásra, a gyalogságnak, és megállítani a szovjet támadást, nem nagyon maradt más nehéz fegyver, azon kívül, hogy a kegyelmes úr, Jányi kegyelmes úr fenyegető pillantásokat vetett az oroszok felé, de nem igen tartotta fel őket. A Don folyó magyar védelmi szakaszán 3 hídfő maradt vissza. Ez azt jelentette, hogy a Don ott nem sikerült elérni a magyar csapatoknak, és ezek egy-egy kanyarulatban olyan szovjet erős ellenállás volt a szovjetek részéről, hogy ezt nem tudták elfoglalni. Majd a németek úgy gondolták, na, hogy ők megmutatják. Ők se tudták elfoglalni. Tehát egyszerűen a szovjetek olyan erősen védték, hogy ezeket nem lehetett elfoglalni. Legnagyobb és a legveszélyesebb az Urivi hídfő volt. Most már ugye a számítógépes és műholdas felvételeken jól lehet látni a terepet is. Ez a fekete vonal, ez itt lenne, ez a Don, és ott van az Urivi hídfő. Azt lehet látni, hogy a magyar állások lent vannak a völgybe, a Potudán folyó völgyébe. A szovjet állások fönn egy hegyen. Na most föntről be lehetett látni. Mi viszont nem láttuk át, hogy az Urivi hídfőben mi van. Milyen csapat összevonások vannak, egy egész hadsereget. A 40. hadsereget tudták összevonni az Urivi hídfőbe, és anélkül, hogy egyetlen lövést is tudtunk volna rájuk adni, úgy hozták át a Donon ezeket a csapatokat harckocsik tömegével, és itt viszont egyetlen vékonyka vonal volt a magyar védelem. Mélysége semmi nem volt, hiszen nem volt elegendő katona erre. De hát erre nem számítottak a németek. Ez a másik folyó. Itt is lehet látni, hogyha elértük volna a Dont, ezt aztán el is foglalják, de a fölfelé oda szinte lehetetlen volt támadni. A magyar csapatok parancsnokai jó részt fiatal, tapasztalatlan tisztek voltak. Azokat, akik már részt vettek 1941-ben a Szovjetunió háborúba, azokat visszatartották. Azokra szükség volt a későbbi időkben, hogy harci tapasztalattal rendelkező tiszti kar maradjon itthon. Így aztán, akik kimentek, hogy majd szerezzenek ők is harci tapasztalatot, ők voltak az első áldozatok. A veszteségek óriásiak voltak. A 20. hadosztály például 1400 honvédet veszített a 13500-ból, de voltak olyan századok is, ahol nem maradt tiszt. Tizedesek, szakaszvezetők vezették és irányították a továbbiakban a századokat, hiszen a veszteség óriási volt. A nagyon jó tüzérséggel ellátott szovjetek ellen gyalogos rohamokkal, gyalogos támadásokkal nem lehetett eredményt elérni. Tüzérséget meg aztán hiányzott. Azt sem a németek nem kaptak, a magyar hadvezetés meg nem is tudott volna adni. Itthon a lakosság nem tudott róla. Ezért fáj nekünk ez a donkanyari áldozat annyira.
mert nem igazán jöttek haza információk. És a várták mindig, hogy na majd szombaton jön a mozi, és akkor a moziba, a filmhíradóba tudunk majd valamit. Az újságokról is, az újságokból is tudunk. Elsősorban filmeket vártak. A tényleges harcokról nagyon kevés film készült. Kiment ugyan egy haditudósító század, de az nem tudott felvételeket készíteni, mert ha közel ment, meghalt. Ha távolról készítette, akkor kis pöttyök, kis füstöcskék voltak nagy távolságban, hát azt nem lehetett levetíteni. Igazi, jó, komoly, kemény, harci jeleneteket kellett a közönségnek bemutatni, amiben a magyar katona aztán győz. Hazajött a haditudósító század, mert nem nagyon tudott mit csinálni, és felépítettek itt tőlünk, nem messze Örkény táborba, felépítettek egy kamuflás frontot. A Donkanyarnak, a Donkanyart azt ábrázolta a akkori Madarasi tónak egy szeglete, és ott aztán mindenféle támadásokat hajtottak végre, és ezt mutatták be a filmekbe. Nem kint készültek ezek, hanem itt tőlünk nem messze. A probléma kiküzdőlésére, hogy Örkény táborba csináltak. Még olyat is készítettek, hogy egy szovjet harckocsit, arról nem találtam filmfelvétel, csak leírásokat, egy szovjet harckocsit azt csörlővel vontatták, mert nem volt üzemképes, és arra ugráltak fel a magyar katonák, és semmisítették meg a benne lévő ellenséget. Hát azt hiszem, hogyha megnézzük ezt a két képet, akkor az alsó képen ott fönt, aki arra felé járt már, az a betyárdom, hát mögötte pedig, az felső kép pedig lehet látni, hogy azok a libák milyen szépen sorakoznak ott a szántáson. De hát ezt tudták megcsinálni. A Don mentén a szovjet erők kétségbeesett kísérleteket hajtottak végre a magyar arcvonal áttörésére. Ezek kint készültek. Támadásaik azonban megtörtek a magyar csapatok kemény ellenállásán. A Don bozótos és ingoványos partján küzdik le honvédeink az átszivárgott kisebb ellenséges csoportokat. Golószólósaink előletolt állásaikban halált megvető bátorsággal tartanak ki az erős ellenséges tűzben, hogy megakadályozzák a szovjet csapatok átkelését. Ez a Madarasi tónak egy részlet. Már nincs meg a Madarasi tónak. Meg így nem lőnek, ez csak képileg szép megfogalmazás, de nem itt harcolt. Nem volt ilyen sok katona. Majd látjuk, hogy a következő képkockákon visszafelé rohamoztak. Másik irány. De ugyanaz a terület. Menti harcokban igen fontos tüzérségünk szerepe. Feladata távolabbi ellenséges célok leküzdése, gyülekezési helyek és átkelőpontok megsemmisítése és a támadásainkhoz szükséges tűztámogatás megadása. Zajlott le a Don-menti harcok legnagyobb páncélos katája, ahol legendás hősiességével ismét dicsőséget szerzett a magyar katona. Háttérbe betyártam.
ilyen csodálatos technikával pillanatok alatt legyőzzük a szovjeteket, és arról volt szó, ha sikeres a hadművelet, akkor a németek hazaengedik a második magyar hadsereget. A katonákat úgy engedték el, hogy nagyszerű lesz, mire jön a tél, haza fogtok jönni, ha nem is jöttök haza, de le fogunk titeket váltani. A 200 ezer fős hadsereghez elindítottak még a nyáron még plusz 50 ezer főt, akik a kint lévők egy részét leváltotta volna. Így aztán a kikerült plusz 50 ezer fő tovább gyarapította a veszteségeket, így gyakorlatilag a hadsereg nem 100 vagy 200 ezer főből állt, hanem 250 ezer főből, és ebből 150 ezer nem jött haza. Tehát nem jött vissza. Készülni kellett volna a téli védekezésre, de nem volt fa, nem volt szerszám, és főleg nem volt akarat, hogy igazán ők most télire készüljenek, és jönnek már, leváltanak minket, mehetünk majd haza. Hiszen csend volt ezekben a csapat, tehát ezekben a harcokban, miután véget értek a nagy csaták, a nyári nagy hídfők elleni csaták, utána csend következett. Nyugalom volt, készíteni kellett volna az állásokat, de nem volt mivel, nem volt miből, és nem volt főleg akarat rá. 100 évente egyszer fordul elő ott abban a térségben, hogy a hőmérő higanyszála mínusz 40 fok alá csökken. Ez az esztendő 1942-43 tele, ez ilyen volt. És mínusz 40 fok volt a hőmérséklet. Na most itt lehet látni azért egy filmrészlet, ez is őrkénytáborban készült, mert a katonáknak nem jutott ilyen felszerelés. Nem akarta a magyar hadvezetés adni. Sajnálta a magyar társadalom? Nem. Szállítottak. Vitték, tömegével vitték ki a felajánlott báránybőr, bundákat, sapkákat, bekecseket, tömegével mentek ki szerelvény számra. És ezek elértek Voronyezsbe, ott raktárokba kerültek, majd telefonon kitelefonáltak a 200 kilométerre lévő hadosztálynak, hogy jöjjenek be érte, mert ők nem tudják kiszállítani. Más szállítási lehetőség nem volt. Na most számoljunk, egy ló egy nap 35 kilométert tesz meg. 40 fok, mínusz 40 fok hidegbe, nincs ló. Mivel fogják szállítani? A lovak éppen annyi maradt az ütközett vonatnál, akik a sebesülteket, a lőszert és az élelmiszert a harcolókhoz szállították, hogy még báránybőrbundát, szalonnát, meg mindenféle fontos télire való holmit is szállítsanak, arra már nem volt lehetőség. Ahhoz, hogy a lovakat valamilyen formában életbe tudják tartani ebben az iszonyatos hidegben, lóüdültető állomásokra szállították. Nem wellnessre kell gondolni, hogy most akkor jacuzziba jönnek a lovak, hanem egyszerűen hátra szállították nagy sátrakat, meg elsősorban ugye fából nagy barakokat építettek, fűtöttek, és felhizlalták, hogy ezek a szerencsétlen lovak le tudják váltani a csontsoványra fogyott társaikat, akik az ütközett vonalba harcoltak. Na most lehetett látni a filmet, itthon megnyugtatták a lakosságot, hogy nyugodjatok meg, jól felfegyverezve, harckocsikkal, mi aztán úgy lenyomjuk a ruszkikat, hogy na még, az csodálatos lett, és közben más volt a valóság. Egészen más. Erről itthon nem lehetett tudni. Sokszor a hadvezetést azzal piszkálták annak idején, azt mondták, hogy a katonákat kivitték nyári ruházatba. Nem nyári ruházatba vitték ki, téli ruházatba. Posztóköpeny, posztósapka, posztónadrág, bakancs, flanel, zokni hozzá minden, ami csak kellett, kapca. El voltak látva. De a 8-10 fokos Kárpát-medencei hidegben, télben ez tökéletesen megfelel. Vígan elharcolgat a katona a posztóköpenyébe, de mínusz 40 fokban nem. Mínusz 40 fokban megfagy benne. Még ez a téli ruházat, erre nem lehetett számítani. És hát ugye nagyon sokszor a lovaknak köszönhették a katonák az életüket, amelyek aztán egy-egy hosszabb menet végén ők is maguk az életüket adták. Hiszen ők vitték a felszerelést, a lőszert, a fegyvert addig, amíg lehetett.
A tél beálltával befagyott a Don, és az oroszok ott keltek át rajta, hol éppen akartak. A 8. olasz hadsereg állásait december 16-án érte támadás, megindult a nagy pirossal van bejelölve. Olasz barátaim mindig ezt sírdogálják, és eljönnek Magyarországra, mert ők is szeretnének részt venni a hagyományőrző Doni menetében. Mert minden évben, már évek óta hagyományőrzők beöltöznek korabeli ruhákba, technikával, és egy nagy hosszú faluról falura mennek az áldozatok áldozatokra emlékeznek. Ezek az olaszok is mindig eljönnek ide. És kérem szépen, az olaszoknak azt mondták, hogy majd a Kaukázusba hegyi harcot fognak vívni, hegyi katonákat hozzanak. Nekük még szekerük se volt. Lovak meg összvére. És az összvéreken málha nyergek, és abba szállították az utánpótlást. Harckocsik ellen, málha nyereggel és összvérrel. Hát nem túl sok eredményük volt. Az olasz parancsnok az első nagy támadásnál azonnal elrendelte a visszavonulást. Ez aztán azt eredményezte, hogy nagyon hamar a jobbszárnyunk be volt kerítve. 43. január 12-én Urivnál már megfordult nálunk is az arcvonal. A Voronezsi front csapatai közül a 40. szovjet hadsereg indította a támadást. Nem fölfelé kellett támadniuk, hanem lefelé, mert az a vékonyka állás ott volt velük szembe. Mögötte semmi tartalék. Hogy ellentámadást lehetett volna védeni, semmi esélyük nem volt. Egyetlen egy dolgot tudtak csinálni, és ez már a katonák és a tisztek nagy lélek jelenlétének köszönhető, hogy a szétszabdalt arcvonal nem rohant vissza, hanem falvakra, helységekre, gyárakra, kolhozokra támaszkodva kis harccsoportokat hozott létre, és lekötötték az üldöző szovjeteket. Így aztán nagyon sokan szerencsésen el tudtak jutni valami biztonságosabb helyre, ezek az önfeláldozó akciókkal tudták megtámadni, vagy megvédeni a társaikat. Óriási önfeláldozás volt. A támadás első rohamát még visszaverték, de az olaszok, ezt már említettem, mögé kerültek. Tehát felszabadították az arcvonalat. Január 15-én a magyar védvonalat több ponton is átszakították. Két hadosztály szinte teljesen megsemmisült, kinyílott az arcvonal. És a többi is jelentős veszteségeket szenvedett. A harcok során a véres veszteség az közel 100 ezer fő volt. 50 ezer meghalt, 50 ezer megsebesült, és még közel 50 ezer fogságba esett, 50-70 ezer. Egyre súlyosbodó helyzetet figyelmen kívül hagyta a hadvezetés. Szigorúan az arcvonal megtartását követelték. Tartani az arcvonalat, nincs visszavonulás, maradni, harcolni, lőni az utolsó emberig. Mivel? Már nem volt lőszer, hiszen már nem volt mivel szállítani az utánpótlást és a lőszert, hiszen a visszavonuláskor nem tudták mivel hozni magukkal. Nem volt ló, nem volt szekér. Csak a puszta életüket tudták menteni. A harc napokon át tartott. A második magyar hadsereg egy része visszavonulóban volt. A szovjetek már mintegy 50 kilométert nyomultak előre, ott az a fehér rész Urivtól lehet látni, hogy kis harccsoportok, kis falusi, kis falvakra támaszkodva megállították a szovjet üldözést. Ez is egy óriási teljesítmény volt szinte a semmiből, és szinte a semmivel a szovjet támadás lendülete megtört ezeken az önfeláldozó embereken. Január 17-én jött a visszavonulási parancs már későn. Már nem tudtak szervezetten visszavonulni. Mert ha a visszavonulási parancs időben jön, akkor azt megszervezik. És a visszavonulás úgy jön, hogy egymást váltva utóvédharcokat vívnak. Nem volt utóvédharc, mert nem volt kivel. Nem lehetett megszervezni, mert először csak az a parancs jött, hogy tartani a vonalat, ami már nem volt. Majd utána visszavonulás. Na ki legyen az utóvéd, ki jöjjön vissza, kik váltják egymást, az utóvédnek mindig elegendő lőszer és tüzérséget kell adni. Semmi nem volt. És akkor így kellett visszavonni. Már csak a harmadik hadtest tartotta magát, északon az átkerült aztán a németekhez.
A visszavonulók végül az Oszkol folyócska völgyében gyülekeztek. Január 24-én a második hadsereg megszűnt fronthadsereg lenni. Töredékek, nyomorult, megfagyott emberek tömege érkezett vissza. Most akkor úgy gondolnánk, hogy a nemzet és a hadvezetés lelki ismerete felébred, ezeket az embereket le kell váltani, ezeket haza kell hozni, vatába kell helyezni, mindent meg kell nekik adni. Nem ez történt. Nem ez történt. Ez a hadsereg maradékait újra beosztották, és újra felszerelték, nem töltötték fel, hanem szétosztották a megszálló hadtestek között, és megszálló feladatokat hajtottak végre. A politikai vezetés úgy döntött, nem lenne jó a háborús közhangulatra, ami Magyarországon nagyon jó, hisz ilyen filmeket láttak, mint amit láttunk az előtt. Ilyen filmek alapján, hát mi győzni fogunk, minden rendben van. A valós eseményekről, a valós tényekről a közvéleménynek nem volt tudomása. Újságok nem írtak, filmekben nem lehetett látni. Így aztán ezek meg ne jöjjenek haza, ne mondják el, hogy milyen katasztrófa történt, hiszen az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy milyen tragédia érte az országot. Majd aztán a második világháború után erről azért nem lehetett beszélni, mert hogy jövünk mi ahhoz, hogy megtámadtuk a Szovjetuniót? Miért mentek oda? Tehát most értünk el oda, hogy most már beszélhetünk, és nyíltan elsirathatjuk apáinkat, nagyapáinkat, mert nem ők tehetnek róla. Ők csak tették a dolgukat. Ők katonák voltak. Az esküjük szellemben cselekedtek. És hogyha az eskü azt mondta, hogy ő védje a hazát, nem ő mondja meg, hogy hol van a haza, hanem a miniszterelnök. És a miniszterelnök azt mondta, hogy nektek egészen a Donig kell üldözni a katonákat, az ellenséget, akkor ő ezt hitte. Elhitte. Miért ne hitte volna el? Hiszen ezt még a miniszterelnök is akkor így gondolta. Csak aztán nem úgy alakultak a helyzetek. Nem úgy alakult a viszony. Január 19-én a Pesti Hírlap tudósított először, már régen nincsen hadseregünk. De csak a harmadik oldalon, a hirdetések között. Egy kicsi tudósítás, hogy a vezérkar főnöke megállapította, hogy csapataink a számszerű túlerővel szemben hősiesen küzdenek. Már nem küzdöttek. Részben mozgó harcmodorukkal súlyos veszteségeket okoztunk az ellenségnek. Mozgó harcmodor? Akkor az visszavonulás lehet, hogyha egy katona olvasta ezt a tudást, hogy hát a mozgó harcmodor az nem úgy működik. A mozgó harcmodor azt mondja, elszakadtunk az ellenségtől, mint a németek, visszavonultunk. És először jelenti ki, hogy súlyosak a veszteségei. Ma már tudjuk, hogy a második hadsereg nagyjából az egyéves bevetése alatt 125-128 ezer embert veszített. A halottak száma 50 ezer körül lehetett. A hadfelszerelés háromnegyede oda veszett. Néhány puska maradt meg csak. Géppisztoly. A géppisztolyok 100%-a. Az összes tüzérségi eszköz, amit a németektől kaptunk, persze azoknak nem lehetett sok hasznát venni, de azok is mind elvesztek. Itthon a miniszterelnök Jányi Gusztávot fogadja egyedül. Keleti pályaudvarra érkezik, díszőrség, csinnadratta, kivezényelt tapsolók és gyönyörű beszédek. Mint egy hőst, mint egy igazi győztes, mint egy győztes hadvezért, olyan nagy fogadalommal, vagy fogadással, tiszteletekkel és betanult szövegekkel, kitüntetésekkel fogadják itthon. Ő sem beszélhet arról, hogy mi történt a hadsereggel. Hogy mi történt. Itt van a közvélemény, éljen, győztünk, itt van a győztes hadvezér Jányi Gusztáv, a közönség még akkor csak ezt tudhatott róla, hogy. És ők becsülettel harcoltak és megakadályozták, hogy a vörösrém véres karmaival belemarkoshasson országunk megszentelt földjébe. Nem is gondolta volna, hogy a következő esztendőben már bekövetkezik. És a vörösrém tényleg bele fog markolni a karmaival. És kérem szépen, fotók, díszebédek, nagy ünnepségek, a katonák pedig kint maradtak.
apáink, nagyapáink, ők nem szólhattak. Ők nem mondhatták el, majd csak a háború után, akik hazajöttek. A közel 40 ezeren estek fogságba. A szovjetek 28 ezeret határoztak meg, hogy körülbelül annyian estek hadifogságba, és ebből 4 ezer érkezett haza élni. A többiek a szovjet hadifogságban pusztultak el, áldatlan és lehetetlen körülmények között. A mai napig ott alusszák örök álmukat, valahol a Don mentén, valahol Oroszországban, jeltelen sírokban, hiszen a Szovjetunióban ezeket a katonasírokat eldózerolták, ezeket bevetették, sokszor egy falu mellett volt, akkor ott volt a falu szemétdombja. A rendszerváltás után kezdődött meg a két állam között, hogy mi a szovjet sírokat rendbe tartjuk Magyarországon, ott viszont az államadóság fejében létrehozott központi temetőket lehet, a szovjetek tartják rendbe, ezt a mai napig be is tartják, és mi is be is tartjuk. A Donkanyarból hazahoztak egy ismeretlen katonát, egy ismeretlen katonának a maradványait. Azt Pákozdon, a Mészekhegyen, a katonai emlékpark területén eltemették, és föléje egy nagyon szép kápolnát emeltek. Tehát gyarapszanak azok a nevek, akiknek nincsen sírja, mert jeltelen sírban nyugszanak, azoknak ott a kápolnán, a kápolna mellett, a kápolna fala egyre inkább tele van ilyen kis emlékekkel. Az emberek egyre inkább rádöbbennek, hogy óriási veszteséget szenvedett el az a kis magyar nép. Azt hiszem, hogy emlékezésnek, még ahhoz, hogy hogyan, milyen körülmények között pusztultak el, haltak meg apáink, nagyapáink, ennyi elegendő volt. Hallgattam és kerestem nagyon szép zenét, ami kifejezi azt, hogy mi is történhetett velük, és a Makám együttesnek egy nagyon szép dalát találtam meg. Befejezésül és emlékezve hallgassuk meg ezt a dalat. Hóban süppedünk el,
miért jöttünk el, már nem tudom. De messze még a nyár, a fagy halál kaszál, a szívemben csak jég csapok, talán ma meghalok. Hideg, hideg, hideg.